Hullandtalt a második világháborúban francia területre hívta szolgálata. Közel 2000 magyar zsidó számozású embert mentett meg a németek által megszállt Párizsban. A háború után Baranya Szentgyörgyön volt plébános és a falu közösség életének motorja 1982-ben bekövetkezett haláláig. Az ő emlékére hozta létre a település, az emlékszobát. A Magyar Falu Program pályázati rendszeren keresztül sikerült 2020-ban megvásárolnunk ezt az épületet, és a 2021-es évben pályázat, pályáztunk, ami sikeresen azt is meg tudtuk nyerni, és abból tudtuk megcsinálni ennek az épületnek a külső felújítását és a vendégszoba kialakítását. Az ünnepélyes szalagátvágáson részt vett felföldi László Pécsi megyés püspök, aki megnyitó beszédében méltatta Úr Lászlót. Az az első gondolat, hogy mindenki szívében emlékszobát kell létrehozni, és az az igazi, amit létrehozunk, és azért hozhatunk bárkinek a földön, és most itt egy lelkipásztornak egy emlékszobát, mert sok-sok szívben van egy emlékszobája. Nagycsaba, országgyűlési képviselő, a magyar falu programrendszerről beszélt. Elmondta, hogy a pályázat ténylegesen a falu érdekeit képviselő rendszer, melyet nem nehezít bonyolult bürokrácia, a kiírások egyszerűek és átláthatóak. Én annak is örülök, hogy ez kiszámíthatóan 2019-ben, 20-ban, 21-ben és 22-ben is bekerült a magyar költségvetésbe, hiszen higgyék el, hogy minden egyes költségvetésében ezekért a pénzekért meg kell küzdenünk, hiszen itt egyetlen egy fillér uniós forrást sem láthatnak, ezt mind a magyar emberek adójából tudja a kormány támogatásként a pályázati rendszeren keresztül visszaosztani a falvainknak. A felújított épület a korábban már átnevezett téren áll, így most az úlantal tér egy szám látható rajta. Jól mutatja a helyi közösség kapcsolatát a volt plébánossal az is, hogy többen még a megnyitó előtti percekben is hoztak relikviákat, adományokat az emlékszobához, melyet a megyés püspök áldott meg.